A világörökség kincsei. Szamarkand. Timur kék kupolái, Üzbegisztán. Szamarkand. Kék városom. Kincsem. Világbirodalmam fővárosa. A Selyem út mentén fekvő város 2500 éves. Szamarkandot azonban nem csak épületeim és hadjárataim tették híressé, hanem az 1001 éjszaka meséi is. Keleti romantika. Az óváros közepén található Guremír, az uralkodó sírja, én és leszármazottaim mauzóleuma. Még az indiai mogulok is másolták építészeti stílusomat, díszes épületem mintájára építették meg a Taj Mahalt is. Korábban senki nem építkezett így, ilyen monumentálisan, ilyen pompásan, ennyi arannyal. Már-már paradicsomi állapotok. Soha nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy dicsőségemet különleges építményekkel is megörökítsem. Arannyal díszített tető alatt őrzik dinasztiám a timuridák emlékét. A világos sírkő alatt nyugszik mentorom és tanítom, a medinai Said Berkesej. Mellette fekszenek fiaim és unokáim. Az én földi maradványaim a nemes, fekete nefrittömb alatt pihennek. Természetesen nem otthon Szamarkandban haltam meg, hanem a kínai hadjárat során, 1405-ben. Mauzóleumunk falait korán idézetek díszítik. Boldog az, aki még azelőtt távozik a világból, mielőtt feleslegessé válna a világ számára. Ez a gondolat volt jelmondatunk. A kupola sztalaktit díszítése egyébként aranyozott kartonpapírból készült, amit építőmestereim találtak fel. ...1336-ban születtem. Nevem Amir Timur. Tamerlánnak, Sánta Timurnak hívtok engem, aki a félvilágot meghódítottam Lóhátról. Nem pedig úgy, mint a modern uralkodók, akik csak ülnek a díványon. Példaképpen Genghis Khan volt, az ő nemzetségéhez tartozom, a semmiből hoztam létre a Gangesig és a földközi tengerig terjedő birodalmamat. Ehhez persze több millió embert kellett megölnöm. 33 éves koromban egész Transzoxánia uralkodója voltam. Szamarkand birodalmam fővárosa és a Selyem út egyik csomópontja lett. Már 600 éve figyelem a szamarkandi embereket. Uralkodásom ideje alatt városomból világváros lett. És aztán látnom kellett, hogy miként veszíti el fokozatosan jelentőségét. 1870-ben aztán jöttek még az oroszok is. Keleti városunkból orosz várost próbáltak csinálni. Amikor később az oroszokból szovjetek lettek, a próféta tanításának helyébe holmi marxizmus-leninizmus lépett. Kollektivizálták a mezőgazdaságot, bezárták a mecseteket és korán iskoláinkat, és bevezették a ciril betűs írást. Mivel muszlim hadvezér voltam, a szovjet időkben nem kívánatos személynek minősültem. De 1991 óta, amikor Üzbegisztán elnyerte függetlenségét, újból nemzeti hős vagyok. Ezért fognak mecsetjeim és mauzóleumaim fennmaradni. És még akkor is állni fognak, amikor a panelházak már rég eltűnnek a föld színéről. Világbirodalmak jönnek, világbirodalmak tűnnek el a történelem süllyesztőjében. Genghis Khan csak pusztítani tudott.
A régi Szamarkandot is a földig rombolta. De én elég okos voltam. Kihasználtam a Zarasván folyó völgyének ideális fekvését, és közvetlen mellette újból felépítettem a várost. Szamarkand legbecsesebb része a Regisztán. Az én időmben csak egy homokos tér, de mégis nagyszerű hely volt. 6 kereskedelmi útvonal futott össze. Végtelen hosszúságú karavánok és különféle áruk a világ minden részéről érkeztek ide. A 3 monumentális medreszét, iszlám főiskolát később építették. A legszebb medresze unokámtól, a tudós Ulugbektől származik. A Regisztán Szamarkand szimbóluma. Lélegzetelállítóan szép épületegyüttest, damaszkuszi és azerbajdzsáni keramikus mesterek, iszfahani mozaik készítők, indiai gipszmunkások és anatóliai kőfaragók alkották. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy csak azért folytattam 13 hadjáratot, hogy a világ minden részéből Szamarkandba hozzam a legjobb mesterembereket. Mi tagadás, ez is igaz, de ugyanolyan fontosnak tartottam, hogy a legjobb koponyákat, tudósokat megszerezzem. Ők voltak a legértékesebb hadizsákmányaim. A korán iskolákban és medreszékben gyűltek össze, a belső udvarokban arab nyelvet, kaligrafiát, matematikát és csillagászatot tanítottak. Célom az volt, hogy Szamarkand a tudás központja legyen. Micsoda idők, amikor a politika, vallás és művészet ilyen szoros kapcsolatban állt egymással. Milyen gyönyörűen ragyogott a tudás fénye. Tillakarin, az arannyal ékesített mecset.